A miniszterelnökkel egyeztetett Szabó Zsolt. Animáció az iskolában. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a HOTV híradóját látják, Lévai Kitti vagyok. Fontos egyeztetésre került sor a Karmelita Kolostorban. Szabó Zsolt a miniszterelnökkel olyan témákat tekintett át, melyek a választókerület fejlődését jelentősen elősegítik a közeljövőben. Orbán Viktor miniszterelnökkel térségünk további fejlesztési lehetőségeiről egyeztetett Szabó Zsolt országgyűlési képviselő. A kormányfő maximális támogatásáról biztosította a képviselőt, így további jelentős fejlesztésekre van kilátás környezetünkben a következő időszakban. Változatlan lendülettel folytatódik a munka, bizakodóan tekintünk a jövőbe, jelentette ki Szabó Zsolt. A következő időszakra készülünk föl, 2022-ben meg szeretnénk nyerni szintén a választópolgárok bizalmát, hogy ebben a térségben továbbra is maradjon ugyanaz a gondolkodásmód, mint eddig. A kormányzat nagyon sok pozitív dolgot alkotott, nem csak a magyar falu, de a családok érdekében, munkahelyteremtésben, gazdasági stabilitásban, a magyar vidék fölzárkóztatásában. És ezt a területet, ezt a munkát szeretnénk folytatni, és ebben a miniszterelnök úr biztosított arról, hogy maximális együttműködésre kerül sor. Egymás munkáját segítjük, ő is segíti az én munkámat, én pedig maximálisan építem és teszem azt a dolgot, amit a kormány gazdasági, politikai és társadalmi irányként együttműködve meghatároz. Szabó Zsolt kiemelte, arra törekszik, hogy 60 és heves térsége az országos átlag feletti eredményeket tudja elérni, mint foglalkoztatás, gyermek és biztonságpolitika tekintetében is. A megbeszélésen részletesen egyeztettek a jövőbeli fejlesztések kiemelt elemeiről. Megkérdeztem miniszterelnök úr, hogy miben tud segíteni. Én mondtam, hogy a Magyar Falu program az célba talált. Nincs olyan település az én választókörzetemnek, aki 5000 lakos alatti és ne nyert volna ezen programból. Szerencsére ki fog bővülni a program, két új terület jön be. Egyrészt a civil szervezetek is tudnak pályázni ezen program keretében, másrészt pedig belterületi utak karbantartására is lesz mód. A régi célokat figyelembe véve ezzel együtt egy komplex település segítő program csomag jön létre még erősebben. A fejlesztéseket szeretnénk továbbvinni, vannak olyan fejlesztések, amiben kértem a segítségét. Az egyik ilyen téma az utak. Fontos kiemelt út az az M3-as heves kisköre, ez részben turisztikailag is fontos, részben pedig az ott lakó közel 40 ezer embernek is nagyon fontos, hogy milyen állapotú, itt 27 kilométer felújítására van szükség. Ezt a területet is átbeszéltük. A másik, a 60-i közlekedési probléma megoldása. Még 2013-ban egy olyan közlekedési stratégia került felállításra, aminek a része és lényege, hogy egy teljes komplett elkerülő útrendszert kell fejlesztenünk. Én kértem miniszterelnök urat, hogy támogassa, hogy az északi elkerülő út az megépítésre kerüljön. Erről ő biztosított és pozitívan nyilatkozott. Ez ugye a téglagyári sarkot kötni össze a Tesco körforgalommal. Át kell ívelnie egy vasutat, magát a Nógrádit és magát az Agyvát, tehát nem egy kis feladat, hogy ezt a kis távolságot megépítsük. Ehhez kapcsolódik, hogy megemlítettem, hogy a déli elkerülő az ugyanilyen fontos. Ez a Csányi úti körforgalom kerülne összeköttetésre a Turiai úttal, illetve konkrétan a kerekharaszti résszel. Ez lesz majd a következő, amivel szeretnénk tovább lépni. 60-nal kapcsolatban még felhoztam, hogy esetlegesen tudnánk előrelépni magával a piaccal, és egy városi művelődési központ létrehozásával kapcsolatban, illetve felhoztam a zeneiskola kérdését. Tudjuk, hogy a zeneiskola egy régi épületben van, kicsi is, és a felújítására már talán nem is szabad fordítani. Ha lehet, akkor inkább egy új zeneiskolát kellene építenünk. A leendő fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos további egyeztetések már el is indultak. Animáció az iskolában. A Grassalkovics Antal Baptista szakképzőiskola vizuális oktatási hagyományokkal rendelkezik. Diákjai ennek kapcsán már találkozhattak Horváth Máriával és Tóth Pócs Roland animációs művészekkel is.
A Grassalkovics Antal Baptista Szakképzőiskolát 1992-ben alapították. A képzés kínálata sokrétű, a felnőttek általános iskolai oktatása mellett a sajátos nevelési igényű gyermekek tanítása, nevelése az elsődleges cél. Szakiskolai és szakközépiskolai képzések is indulnak, melyek nappali és esti tagozaton várják a diákokat. Maldrik Gábor intézményvezető elmondta, a pedagógusok szakmailag felkészültek, támogatják a diákokat céljaik elérésében. Intézményünk abszolút nyitott lelkületű, egy nagyon-nagyon erős és stabil, szakmailag felkészült nevelőtestülettel tudunk dolgozni, és igyekszünk, hogy a fiatalok elérjék céljaikat, akár az általános iskolai végzettséget, illetve akár szakmát szerezzenek. Elsősorban én mindig azt mondom, hogy legfőképpen a nevelési részben tudunk hozzá segíteni, egyrészt a gyerekeknek is, másrészt a családoknak is, rengeteg olyan programot tudunk biztosítani, és biztosítunk is a fiataloknak kirándulást, tehát tanulván kívüli foglalkozásokat, amikor iskolán kívüli foglalkozásokon, programokon, kirándulásokon vehetnek részt, szakmai rendezvényeken, illetve az iskolában is nagyon sok olyan nagyszerű ember, sportolót, politikust, filmrendezőt tudunk meghívni, akik a gyerekekhez hozzá tudnak szólni, és az ő életüket tudják, egyfajta példamutatást tudnak eléjük állítani. Az iskolában tavaly vendégül látták M. Tóth Éva és Czakó Ferenc animációs művészeket. Január végén pedig meghívást kapott Horváth Mária és Tóth Pócs Roland, akik a Cigánymesék című animációs film alkotói. Szűk Balázs elmondta, fontos, hogy a diákok számára érdekes programokat szervezzenek. A cigánymesék úgy kapcsolódnak a mi profilunkhoz, ideálképünkhoz, hogy itt alapvetően gyermekek létszáma tekintetében 90%-ban roma gyerekek vannak. És az ő identitás problémájuk az önazonosság teljes hiánya. Tehát a mítoszaiknak, az ideálképeiknek, a hős keresésüknek nem a régi tradíciókban találják ezt meg, hanem sajnos ugye a Marvel univerzum, vagy a másfajta könnyű zeneiség világában. Ezért azt gondoltuk, hogy a 2013 és 2020 között elkészült 11 mesefilmet, amely eredendően a roma mondákhoz és a roma mesegyűjtéshez, tehát folklór anyaghoz kötődik, ezt most egy az egyben levetítettük. Ez gyakorlatilag Magyarországon először történt meg, ráadásul a 11. film teljesen friss, tehát ezt még a világon senki sem láthatta. És meg is tudhattunk még egy dolgot, hogy már két rész elkészült, tehát vágás alatt van, és ami teljesen új volt, hiszen ezt az információt először osztották meg velünk, készült 13 új rész. Tehát ez azt jelenti, hogy amit a magyar mese világról készített filmsorozatban megtapasztaltunk, azt most itt be fog következni, csak ez a roma filmekről szól. A bemutatott filmek a tévedésekről, hibákról és arról szólnak, hogy egy reménysugár mindig utat mutat a főhősöknek. A diákok betekintést nyerhettek az animációs filmek világába, emellett a grafikai hagyományokról is szó esett. A gyerekek érdeklődése a vizualitás iránt nagy. Majd látjuk lent, hogy van egy kiállításunk, és egyik diákunk rajzai láthatók. Tehát itt van egy nagy hagyománya a grafika készítésnek. Itt, ahol éppen tartózkodunk, a Báb Színház készülődik, és nekik úgy tervezték meg a történeteiket, hogy ez majd könyvalakban is megjelenjen, és hozzá az itt lévő gyerekek festenek. Tehát itt a látásnak, a vizualitásnak azért van nagy hagyománya, meg valamennyire az éneknek, mert a szóbeli kultúra és az írásbeli szövegértés nehezen megy. Így módon amikor a képek előhívták, a zenék előhívták a mélyben szunnyadó kis cigánygyermeket, akkor könnyebb volt a beszélgetés, tehát 20 perccel túl is léptük az időt. Idén is számos vendégelőadót hívnak, úgy, mint Orosz Istvánt és Keresztes Dórát, Jankovics Marcelt és Varsányi Ferencet.
Bajza József, a reformkor egyik jelentős publicistája, 216 éve született, 1804. január 31-én. A hevesi kötődésű magyar irodalmi kritika megteremtőjére emlékeztek Szücsiben péntek délelőtt. A megemlékezés során a hatvani Bajza József Gimnázium és a Szücsi Bajza József Általános Iskola diákjai színvonalas műsorral készültek. Ezt követően megkoszorúzták Bajza József szülőházát is. Az emlékház ingyenesen látogatható, ahol megtekinthetőek többek között az eredeti kiadású könyvei, kéziratai. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, híradóval legközelebb pénteken találkozhatnak, viszontlátásra! Szerdán délutánra kiderül az ég, már csak néhol lehet gyenge zápor. Hajnalban 2, napközben 6 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön eleinte kevés, délután több felhő lesz felettünk. Helyenként havas eső várható. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4, kora délután pedig plusz 4 fok valószínű. Pénteken kisebb eső, havas eső, hószálingózás is kialakulhat. A szél élénk, helyenként erős lehet. Kora reggel 1, napközben 7 fok várható.